Az ellentámadás Ukrajna déli részén lassan halad, de az ukrán fegyveres erők minden nehézség ellenére már áttörték az orosz csapatok első védelmi vonalát nyilatkozta Mark Millé tábornok, az USA vezérkari főnökei egyesített osztályának vezetője az Almamlaka csatornának adott interjújában. Megjegyezte, hogy a nyugati szövetségesek előrelépést látnak Ukrajna megszárt területének felszabadításának kérdésében. Ez a védelmi vonal, amely előkészítésével az oroszok sok hónapot töltöttek. Aknamezők, sárkányfogak és elhárító lövészárkok vannak kialakítva, jelentette ki Milli. A Pentagon hangsúlyozta, hogy Ukrajnának még mindig nagy harci ereje van a támadó műveletek végrehajtásához. Még túl korai megítélni az ellentámadás sikerét vagy kudarcát. Nyilvánvaló, hogy eddig részsikereket sikerült elérni, mondta a tábornok. Hozzátette azt is, hogy az offenzíva sebessége valóban lassabb a vártnál, de ez nem ritkaság, hiszen egy háború papíron más, mint a valóságban.